Jó reggelt kívánok, sziasztok, innen a Tisza közepéről jelentkezem. Kicsit ilyen nyikorgos, meg billegős lesz ez a történet, de hát most nézzétek el, nekem ez van. Úgyhogy hát az Álom Édesstílust reklámozzuk, aztán próbáltam úgy időzíteni, hogy lehozzam a hajót. Fú, gyerekek, igazán nem is kellene mit mondani, mert itt inkább ez a hang, ami itt van, ez nagyon durva. Tehát ezek a madárcsicsergés, meg a hajók elmennek, meg... Szóval, fú. Na, de azért dolgozunk már ma is. Elég érdekes lesz ez a hétfő, mert Miki barátom valahol Monte Carlo-ból fog bejelentkezni. Akkor ugye meg lesz tartva a 10 óra 15-ös, illetve most 10 óra 30-kor lesz egy zárt körű meetingünk. Ott is megbeszéljük a napi aktualitásokat. Hát aztán egy előkészítjük a hetet ezen a nyaraló életforma programba, és ma is lesz, ugye, hogyan dolgoz, illetve hogyan tedd magad helyre 90 nap alatt, és sokan csináljátok már a 90 napokat, ami számomra egy tök jó dolog, mert lehet látni, hogy úgy a társaság úgy érik, és sokan elkezdték ezt a 90 napot, megismerik önmagukat. És ugye 5 témakörben a pénz, egészség, család, ebbe beletartozik ugye a gyerek nevelés, meg a feleség, meg a férj nevelés, meg önmagunk nevelése, meg ugye maga a sport, meg az emberi kapcsolatok, tehát ezek köré épül ez a 90 nap. Érdekesek a beszámolók, amiket már így küldtek nekem, meg külön videókat. Ezért picit így csapkodni fogok, de nem akarom, hogy megálljon a hajó, mert akkor kibruttyanok belőle. Azért nem biztos, hogy jó lenne, hogy a víz alól beszélgetünk veletek. Szóval a mai ilyen kis téma az lenne, hogy át kell itatódnod ezzel az egésszel. Tudom, hogy nehéz ez, amikor még benne dolgozol a forgalomban, esetleg egy buszsofőr vagy egy autó oktató, ilyen is van nálunk. Hamarosan megismeritek. Tudom, hogy nehéz, amikor még bementél egy gyárba, és épp egy szallag mögött dolgozol, de közben meg esetleg hallgatsz bennünket. Egy a lényeg, hogy el lehet érni, csak át kell itatolni ezzel. Mégpedig úgy kell, hogy szinte ezzel kell együtt lélegezni, vagy élni. Valamelyikünk videóját próbáljátok hallgatni. Én ajánlom, hogy a Lilláét, a Mikiét, meg az enyémet mindenképpen. Ha akartok természetesen ilyen Monte Carlo-i utazást, vagy épp Lilla Sopron környékéről szokott bejelentkezni, vagy innen a Tiszáról. Aki ilyen nagy, hatalmas, nagy autókat álmodozik meg magának, meg luxus lakásokat, az ne bennünket hallgasson, mert nem ez a célunk nekünk, hanem egy átlagos ember, aki esetleg nyugdíjas, vagy esetleg mondjuk egy olyan ember, mint mi, tehát tényleg a Földön jár, elérheti azt a stílust, hogy például akkor kell fel, amikor akar, akkor fekszik le, amikor akar, meg úgy akkor éli a világát, amikor akar, és higgyetek el, nem kell sok minden hozzá, csak az internet segítsége, illetve kiválasztani egy jó programot, amin végigmentek. És ezért mondom, hogy át kell itatódni vele, mert én is ma például egy ilyen nagyobb túrát fogok itt a Tiszán, hát szerintem lesz egy ilyen 30-35 kilométer, illetve lesz még lehet, hogy a héten egy Szeged is, most egész jó az idő rá, tehát te is valahogy így valamilyen teljesítményt próbálj magad elé tenni, mondjuk egy sport teljesítményt, akár azt, amit a Verez Zoli barátunk csinál, hogy fölment most az Erdély hegyekbe, és ott csinált egy magasabb szintű túrát, de menjetek ki így a környezetetekbe, ahol vagytok, és érdemes egy ilyen nagyobb sport teljesítményt. Ma még a csillagok állása is állítólag jó arra, a nap az biztos, hogy egy ilyen sport teljesítményt végezzetek. Ez lehet egy séta is egyébként, egy sima séta, és közben pedig gondolatok fognak jönni. Ugyanis, hogyha egy olyan programban vagy, mint mi, akkor ugye az egészség, illetve az egyensúly helyreállítása van középpontban. Én is ma például egy ilyen böjtösebb programot csinálok, tehát a hétfő az mindig nálam ilyen tisztító,
dolog, és milyen shakeket iszok, meg vitaminokat, nagyobb dózisú vitaminokat, és rengeteg 6-7, lehet, hogy 8 liter vizet is, kristálytiszta desztillált vizet fogok inni. Tehát így át kell itatódni ezzel ez az életformával. Akkor fogok hallgatni ma hanganyagokat is, tehát én is tanulok, és nekem is van mesterem, akit követek, és érdemes a hanganyagok által átitatódni ezzel az életformával, mert akkor nem lesztek nem internet, hanem ilyen média zombik, ki tudtam elmondani, tehát média zombik, mert sokan, most itt láttam az elébe, hogy futott egy fickó maszkba, előtte meg elsuhant egy fickó szintén biciklivel, de maszkba. Nem értem ezeket az embereket, hogy oké, maszk, de hát akkor... Na, értitek, tehát lehet a szezont a fazonnal összekeverni, de hülyeség. Nem tudom, ezek az emberek mivel itatódnak át, hogy hallgatták a híradót, és akkor most azzal átitatódnak, mert nem tudom. Szóval át kell itatódni. Mire gondolok még pontosan? Például én most nézek ilyen fitnesses videókat, most felraktak a YouTube-ra nagyon durván jó ilyen, mindenféle ilyen testkultúrával foglalkozó videókat, ami ilyen gyakorlatokat tartalmaz. Nem ilyen ugrabugrára gondolok, hanem minden izomcsoportra hogyan érdemes dolgozni, akár súllyal vagy súly nélkül. Én egész éjszaka így nézegettem ezeket a videókat, és teljesen így átitatódtam vele, és tökre megkívántam, hogy azokat az edzéseket még komolyabban vegyem. Akkor át kell itatódni a rendszerességgel. Ugye vannak ezek a témakörök, amiket én szoktam nektek mondani, ezt napi szinten kell gyakorolni. Órarendet már mondtam nektek, ha visszamentek a 90 napos programba, akkor van ilyen órarend, amit érdemes így felállítani, mint az iskolába, és akkor így, mit tudom, két óránként foglalkozol azzal, ami az adott témakör, ebbe az ötbe. Na most van, amikor így elcsúszik az ember, hogy mit tudom, 5-6 órát is foglalkozik valamivel, de az a lényeg, hogy vissza lehet menni a középpontba, és akkor mindegyikre jusson idő. Nagyon fontos, hogy magatokra is jusson idő. Ezt még nem mondtam az öt témakörbe, de ez egy belső meló. Ez egy olyan, mint egy... Halljátok ezt a hangot? De ilyenekkel lehet föltöltekezni. Ilyenkor kár is beszélnem bármit, mert ezek a madárcsicsergések, ezek minden szónál többet érnek. Nem is tudom, minek beszélek én, mert azért mondok egy pár dolgot. Szóval, hogyha így felállítod magadnak ezt a tervet, hogyha nem sikerül, akkor nyugodtan szóljatok, és akkor így beszélgetünk, és akkor én mutatom, hogy szerintem mit érdemes, de érdemes így a terv szerint haladni, de mégis ilyen lazán, hogy ne legyen az annyira megfeszített, de például, hogyha nem csináltál valami sporttevékenységet, akkor ez mindig jusson eszedbe, hogy oké, nem csináltam, de akkor ma majd csinálom. És nem kell duplán csinálni természetesen, bár, hát hogy mondjam, én szoktam csinálni extrém sportteljesítményt, de nálam ez van a központban. És ha keresztetek, akár nem, sokan mondják, hogy akkor hogy keresel pénzt? Tehát, sőt, főleg arra fordítanak sok ember időt. Na most erre van egy érdekes mondás, aki sok időt tölt a pénzkereséssel, az állandóan keresgélni fog, de találni meg nem nagyon. Tehát mi nem úgy dolgozunk, mint egy hagyományos munkahelyre ugye elmegyünk, hanem nekünk ez a munkahelyünk, hogy közben interneten, ugye telefonnal tárgyalunk emberekkel, reklámtevékenységet folytatunk, és ugye mi a programunknak a készítményeit reklámozzuk, azt, hogy hogyan használjuk, és ezeket a sztorikat tulajdonképpen itt az interneten mutatjuk meg az embereknek. Nem egy ördöngős dolog ez, tehát nem kell megszakadni. Itt mindig szoktam mondani, hogy nézzétek meg, hogy ki milyen munkát csinál, hogy mennyire lehet azzal tényleg pénzt keresni, mert itt a duplikálásnak az ereje nagy, ugye a networkben az a jó, hogy több ember részesedéséből kapunk jutalékot, vagy teljesítményből kapunk jutalékot, ezt nem lehet semmi mással megcsinálni.
Úgyhogy ma ilyen lazább, nem is olyan tanító jellegű tréninget szerettem volna nektek így adni, hanem inkább így betekintést adni, hogy én hogyan vagyok itt ilyenkor a nyáron, beindul a nyaraló üzemmód. Ma még többször fogok így videót csinálni, mert mutatok ilyen szép tájakat. Most lemegyek itt a Köröstorokig, lecsurgok, mert félkor ugye kezdődik Miklós tér tréninge, ott is ott akarok lenni. És valamikor lenne a lagúnáknál, a Szentes környékén, ott fogok majd a homokpartokról csinálni nektek videót. Nagyon-nagyon érdekes. Tehát ez, hogy mondjam, nekünk ez a Karib, és ugye én is sokszor voltam a tengerparton, de egy szép, jó minden, de ez az én világom, ez az, ami nekem tetszik. Úgyhogy ti is csináltok a saját környezetetekből videókat, osszátok meg, és higgyétek el, az emberek ahhoz fognak csatlakozni, akik ugyanolyan életformát élnek, mint amit ők akarnak. Tehát, hogyha te ilyen főzős vagy, akkor csinálj konyhából egy jó főzős videót. Hogyha ilyen kirándulós vagy, mint én, akkor csinálj ilyet, vagy sportteljesítményről. És ez rendszeresen, minden nap, mert meglátjátok, hogy az emberek elkezdenek benneteket fölhívni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni gyakorlatban. Úgyhogy erről lesz szó egész héten egyébként. Úgyhogy jó 90 napos programot, és aki még esetleg most csöppent be, nyugodtan keressetek. Most itt van nálam a telefon egyébként. Föl tudtok hívni, tudunk beszélni így videóba is, és hajrá, segítek! Sziasztok, az erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban!